Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a testvéreket, és köszönöm, hogy a Szentmisére már ilyen sokan eljöttek, hogy együtt ünnepeljünk. Lelki készület, találkozás. Egy igazi Isten teremtette világnak a titka, amit újra és újra meg kell nyernünk, majd a szentírási részek ebben vezetnek és tanítanak bennünket. Minden találkozás egy csodálatos ajándék egymással, Istennel. Fogadjuk Istennek ezt az ajándékát, bűnbánatunk tegye szabaddá, nyitottá a szívünket. Gyónam, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, Te megparancsoltad nekünk, hogy hallgassunk szeretett fiadra, táplálj minket szent igéddel, hogy megtisztult lélekkel, örvendezve szemléljük majd dicsőségedet. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes első könyvéből. Az Úr így szólt Ábrahámhoz. Vonulj ki földedből, rokonságot köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy népvé teszlek, megáldalak, és nagyjá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.
Ábrahám tehát elköltözött, ahogy az Úr megparancsolta neki. Ez az Isten igéje. Szívem háborúságai megsodasodtak, az én nyomorúságomból ments ki engem a borba. Szívem háborúságai Isten erejére támaszkodva, aki meghívott minket, és szent hívással hívott, nem tetteink miatt, hanem saját elhatározása és kegyelme alapján, amely megnyilvánult most megváltónknak, Jézus Krisztusnak megjelenésével. Ő legyőzte a halált, és felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot. Ez az Isten igéje. Hálát adjatok a Szúrnak, mert jó, mert az ő irgalmassága örökké maradt. Ki tudta elbeszélni a Szúr hatalmas tetteit, ki tudná dicséretét méltóan szengedni. Boldogok, akik megtartják a törvényt, és íme megjelent nekik Mózes és Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényességes felhő borította be őket, és a felhőkből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok.
Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus oda ment hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta, keljetek föl, ne féljetek. Amikor szemüket felemelték, nem láttak más, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövett Jézus a lelkükre kötötte, senkinek se szóljatok a látomásról, míg az ember fia a holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium igényi. Egy figyelésnek, egy jelenlétnek nagyon sok mélység és gazdagsága van. És ezért rendkívül fontos, hogy legyenek ilyen alkalmaink, amikor azt mondjuk, hogy csak az Istenre figyelek. Minden emberi kapcsolatnak ez a mélye, ez a gazdagsága, hogy rád figyelek. A hitves a hitvesre, szülő a gyermekre, hogy most rád figyelek. Aztán majd megy tovább az élet, és tovább haladunk. A mai evangélium ennek a találkozásnak, ennek a figyelésnek egy óriási csodáját adja, és egy ősi párhuzamot mutat meg, az, amikor a múlt vasárnap olvastuk a bűnbeesés és a paradicsomi állapotot, hogy létezik egy paradicsomi állapot, amit valahol elveszítünk, és van egy színeváltozás, amit Jézus elhoz, az isteni szeretet megad, ami meg megerősít bennünket. És erre a kettőre szeretném egy picit ránéznénk. Mindegyikről azt gondoljuk, hogy mit tudom én, hogy volt az a paradicsomi állapot, Ádám, Éva, hogy szúrták el ezt az egészet, és akkor mi most azóta itt vagyunk, és akkor, és hogy is volt ez a színeváltozás, és akkor jó, persze, ott voltak az apostolok, de hát mi meg itt vagyunk. Itt van mind a kettő. Mindnyájunk életének vannak nagy-nagy úgynevezett induló pontjai, ami paradicsomi állapottal kezdődik. És ilyen például a családalapítás. Amikor egy férfi és egy nő szerelemben találkozik, és elindul egy pap, amikor igent mond az Isten szavára, a leendő papok itt ülnek, tetszik látni, akkor majd amikor szívükben megértik, hogy az Isten szólít engem, és igent mondanak az Isten szavára, mind a kettő ugyanabból az isteni csodás szeretetből fakad, és őszintén mondjuk el, az paradicsomi állapot. Az egység. Mivel? Az, ahogy jöttem, ahol vagyok, akivel vagyok, és amifelé tartok, amit szeretnék. Ez az egység adja, mert párbeszédben vagyok közben az Istennel. Ez volt a paradicsomban, hogy párbeszédben voltunk. Voltak Ádám, Éva egymással és az Istennel. És hol törik össze? Nem az Isten űz ki a paradicsomból. Nem az Isten az, aki azt mondja, hogy akkor most vége. Mi rontjuk el? Mi kezünkben összetörik, a mi szívünkben zavarodottá válik. Amikor már hitves, nem a hitvesre figyel igazán. Amikor a szülő már nehéz a gyerekre figyelni. Amikor megszületnek, akkor ezerre rájuk figyelünk, utána természetes lesz egy idő, amikor már nehezebb megérteni őket, mert ők mások, különlegesek. Isten egy új utat mutat nekik, és akkor jövünk zavarba, akkor veszítjük el a békét, mikor már nem arra figyelünk,
Amikor egy papot, diákonusok is egy kicsit ebben benne vannak, nagyon boldogok vagyok, hogy itt vagytok, meghív az Isten, mire hív? Jöjj, kövess engem, és légy velem. Ezt mondja Jézus. És hol zavarodunk meg? Amikor már nem erre figyelünk igazán. Nem ez a legfontosabb. Sok mindent kitalálunk. És ez is egy paradicsomi állapot. Itt vagyunk együtt. Lehet, hogy elég hideg van, és bízom benne, hogy a püspök hamar megtalálja az amment, és akkor végre már mehetünk haza. De hogy ezt ebben erősít meg. És ez a színeváltozás. És akkor itt billenünk át arra, amit az Isten újra és újra megadhat nekünk. Mi a színeváltozás? Egy gyönyörű beszélgetés, egy gyönyörű találkozás, ami ember és ember között, ember és Isten között létrejön. Jézus ma is ugyanúgy el akar vinni bennünket, ki akar emelni, hol az a hegy, itt, most, a szekszárdi templom. Menjünk el egy magaslatra, azaz emelkedjünk ki a hétköznapokból, hagyjuk a mindennapi gondot, munkát, egy kicsit legyünk már az Isten közelében, az Atya közelében, mondja Jézus. És mi történik? Belekapcsolódnak egy csodálatos beszélgetésbe. Csak ennyit írnak le, hogy Jézus Mózessel és Illéssel beszélgetett. Az isteni világba, az Istennel való egységbe kerültek. Hova kerülök, ha tényleg itt vagyok a templomban, és nem a gondjaimmal, a bajaimmal vagyok elfoglalva, hanem azt mondom, hogy Uram, itt vagyok. Erre a színeváltozás hegyére. És ebben nagyon fontos az az üzenet, amit ott Péter ebben a természetes egyszerűségében és boldogságában megfogalmaz. Uram, jó nekünk itt lenni. Maradjunk ebben. De az a nehéz, hogy az élet nem erről szól. Ezt megkapjuk, ez ajándék, és szükségünk van rá. És Isten tudja, hogy erre szükségünk van. És ezért kell megteremteni egy szép baráti, egy szép családi, egy szép közösségi találkozót. Ezért hívom össze időnként a férfiakat. Az egy színeváltozás hegye. És lehet, hogy fájdalomról beszélünk, lehet, hogy szenvedésről, lehet, hogy harcról és küzdelemről, de mégis az a szeretetnek a hegye. A testvéri közösségnek, az Istennel való kapcsolatnak megerősítő hegye. És ha nem azt éreznék, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, nem jönnének, nem lennének ott. Ha nem ezt éreznénk itt egy-egy templomi találkozásban, hogy de Uram, tényleg megerősödtem. Kaptam egy szót, egy gondolatot, egy érzést, jó itt lenni. De az élet normalitása, hogy megy tovább, le kell menni a hegyről, le kell vonulni, mennek a szürkeségbe, a hétköznapiságba. És van a Jézusnak egy mondata, amire még szeretném, ha ránéznénk, amikor azt mondja az apostoloknak, hogy erről ne beszéljetek. Egymás között megbeszélték. Van az emberi szívnek, az ember és emberi kapcsolatnak, az ember és Isten kapcsolatnak olyan élménye, olyan területe, amit nem lehet akárkinek elmondani. Nem lehet akárkivel megbeszélni. És ezért a keresztény közösség, mint egymásra figyelő,
egymást megerősítő, elfogadó szeretett közösség létkérdés a hitünk és Isten kapcsolatunk megélésében. Mert ezt mással nem tudjuk megbeszélni. Nem érti meg. Nem fogja a szívében, hogy lehet. Képzeld el, tegnap ott voltam a szekszárdi templomban 4 órát. Majd megfagytam. Nagyon jó volt. Nem fogja megérteni. És ne is várjuk el, hogy megértse. Mert az, ami a szívben történik, az egy átadhatatlan, megfoghatatlan, de egymás között meg tudunk róla beszélni. Egymásnak meg el tudjuk mondani, hogy te, ugye, hogy milyen jó, ugye, milyen megerősítő volt. És többként, jobbként kell tovább mennünk. A színeváltozás hegye az a legcsöndesebb imánk, a legbensőségesebb beszélgetéseink, ahol ott vagyunk valóságunkkal, és ott van az Isten. Ez a családi asztalnál is meg kell, hogy valósuljon. Itt megéljük, de vinnünk kell. Erre kell majd szép lassan. Nagyon köszönöm, itt vannak 2 gyönyörű gyermek előttem, és nem tudom kihagyni, hogy ne élő példával dolgozzunk, hogy szülőknek, hogy amíg megértik, hogy milyen szép az a kincs, hogy mi család vagyunk, mi közösség vagyunk, mi összetartozunk, és ebben kell, hogy kibontakozzon a szívem. És mire kell fölkészíteni a gyermekeket, a fiatalokat itt? A színeváltozás hegyére. Jézus erre készítette az apostolokat. Amikor majd megérzed az Isten jelenlétét, megtapasztalod az Isten szeretetét a hétköznap szürkeségében, akkor tudd, hogy ez egy óriási ajándék. Ez a te ajándékod. És legyenek társaid, akikkel erről tudsz beszélgetni, akinek el tudod mondani ennek az örömét és nagyszerűségét, és ennek az ereje vinni fog a holnap, a jövő felé. És még egy utolsó gondolat az első képre. Időnként elveszítjük a paradicsomot, mert emberek vagyunk, mert képesek vagyunk rá, mert ez valahol benne van a sorsunkban, de ez visszaszerezhető, újra megteremthető. Mi történik, amikor kibékülünk, amikor hitves-hitvese szülő gyermekkel azt mondjuk, hogy beszéljük meg, megbeszéltük, és olyan jó, hogy újra béke van. Újra teremtettük az elveszített paradicsomot, újra fölmentünk a színeváltozás hegyére, ahol érezzük az életünknek, a küldetésünknek az örömét, a biztonságát, a fényét. Mert úgy látjuk egymást, ahogy az Isten lát bennünket. És ebben egy üzenet hangzik el, az Atya üzenete. Ez az én szeretett fiam. Őt hallgassátok. Az a világ, amelyben élünk, rendkívül hangos. Soha ennyien a világon, ilyen intenzitással nem akarták, hogy őket hallgassuk. Minden tévécsatorna, minden internetes portál, minden közösségi oldal azt akarja, profi szakemberekkel azon dolgozik, hogy
őt hallgassuk, őrá figyeljünk. De nem jót akarnak, nem a boldogságunkat, nem a békénket, nem az örömünket, csak hogy őt hallgassuk, mint a sátán a megkísértett Jézusnak a pusztában. Ha rám hallgatsz, akkor jól becsaplak. Ma is ugyanez. Kire hallgatok? Kire figyelek? Ki az, aki irányíthatja a szívemet, a gondolkodásomat, az érzéseimet? Isten ma sem sajnálja a paradicsomot. Ma is nekünk teremti. Ma is nekünk adja. Istennek az a vágya, hogy minden családi otthon egy paradicsom legyen. A szülőknek, a gyermekeknek. De nem szabad másra hallgatni. Nem szabad másra figyelni. Jézus ma is azon dolgozik, arra küldi az kegyelmét, erejét, szent lelkét, hogy gyönyörű keresztény közösségek legyenek, ahol tudnak egymás hitéről, egymás szeretetéről, küzdelméről beszélgetni, egymást meghallgatni, egymást megerősíteni. Ma is újra és újra föl akar vinni bennünket a színeváltozás hegyére, hogy megtapasztaljuk az isteni jelenlétnek azt az örömét, azt a békéjét, azt a biztonságát, amit semmi más és senki más nem tud megadni. És hogy újra és újra kimondjuk a hétköznapok küzdelme szürkeségében és harcában, itt az oltárnál, és otthon, a családi asztalnál. Uram, jó nekünk itt lenni. Maradjunk így, erősítsük egymást, és akkor a jelenből mindig egy szebb, emberibb, Isten akarta, boldogabb jövő felé haladunk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászán harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testből támadását. Forduljunk most testvéreim mennyei atyánkhoz, akinek templomában megtaláljuk zaklatott szívünk békéjét és nyugalmát.
hívő néped érezze, milyen jó együtt lenni, te nálad. Részesítünk egyházat tagjait a veled való találkozás boldogságában. Engedd, Urunk, hogy Krisztusban minden nép felismerje a te dicsőséges fiadat. Töltenünk boldogsággal lelkünket, amikor az imádságban veled beszélgetünk. Add, Urunk, hogy mennyei dicsőség ígérete enyhítse a betegek szenvedéseit. Add, Urunk, hogy a háború véget érjen, és vége legyen a földön. Kérünk, őrizd és óvd az ártatlanokat, és minket is. Önts, Urunk, hitet és felelősséget fiataljaink és minisztránsaink szívébe, hogy meghallják hívásodat, ha szólítod őket, örömmel mondjanak arra igent. Istenünk, minden világosság adja, segíts minket, hogy asztalod körül összegyűlve már földi életünkben érezhessük boldogító közelségedet Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a minden ható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, tisztítson meg bűneinktől ez az áldozat, szentelje meg szolgát, testét és lelkét, méltó módon ünnepeljük meg húsvét ünnepét, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl a szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Úrunk által. Ő tanítványainak saját halálát előre megmondta, a szent hegyen megmutatta nékik dicsőségének fényét. Így világossá tette számunkra, amit a törvény és a próféták tanúsága tanít, hogy szenvedésére a feltámadás örök fénye virad. És ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük.
Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent élek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy nap kelettől nap nyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkét szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő ényesével, Szent apostolainkkal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásunkban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáltat Ferenc pápánkat és László püspökünket, a
püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világba szétszóródott, valamennyi gyermekedet. Elhűtés üreinket pedig is mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogadd be jóságosan országodban, ahol reményünk szerint dicsőségedben velünk együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő velem és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten Atyának hívjuk, testvéri szeretettel bocsássuk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi, Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg magunkat. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelében. Legyen békesség.
Köszönöm,
könyörögjünk. Dicsőséges szent testedet és véredet magunkhoz véve, hálát adunk neked, Urunk, mert már itt a földön, mennyei ajándékaidban részesítesz minket, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. És esetleg, Szent Püspök Atya, szeretném megköszönni, hogy eljött közénk, és ezt a szép napot úgymond megszerveztem, 11 helyen a Pécsi megyében van ilyen lelki gyakorlatos nap. Bármilyen ideg van, de ennek örülök, hogy nem volt olyan hely, nem lett volna a hely, és a legjobb tudtunk volna csinálni. Tehát azért ideg volt, de köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttek a testvérek, és mi most is kevesen vagyunk, mert is akart a körülnőtt bennünket, hogy Bátaszéken is, Monyhádon is, Pakson is lesz ilyen lelki nap. Tehát ők nem jöttek most el közénk, a Zombaiban Monyhádra vettek, igazából csak a Fadi és a Ravasz atya van itt, a Csaba atya, a Tornáról is az ő filiáik, ezért vagyunk ilyen kevesen, mégis ilyen sokan. És ennek én most nagyon örülök. Örülök annak, hogy Püspök atya ezzel a férfi találkozóval, amit ő kiöklött, hogy nagyon sok férfi megszül egyház egyében, és ezzel az újabb ötletével, hogy összehívja a közösséget, és egy kicsit valóban Táborhegyé varázsolja a templomot. Közösségben vagyunk, együtt vagyunk, és nagyon örülök annak, hogy Püspök atyát ennyien szeretik a testvérek, hiszen láttam az áldozásnál is, hogy milyen szépen a sor, kihívózott a Püspök atyánál. Jön még a Püspök atya különben, ha minden jól megy, most meghívjuk az igazgatónővel 20-ára, nem tudja annyira, de bízom benne, hogy el tud jönni. Iskolánk 30 éves fönnállásának évfordulójára, majd kapja a meghívót, aztán ahogy mondtam, vagy ő vagy én is nézem, ha nincs olyan jó a szamár is, de ami biztos, mert megígér rá a Püspök atya nagy csütörtökön, el lehet mondani, nem titok, ő fogja tartani a nagy csütörtöki szertartást a templomban, azért mert 6 katekument, felnőtt, férfit és nőt fog áldoztatásban és vérmálásban részesíteni, és ezért meghívtuk őt is, nagy örömmel elvállalta. A lámosásra meglátjuk, hogy most sem vagy nem most, de örülök annak, hogy Püspök atya tényleg néha eljön közénk, és itt van velünk. Köszönjük neki, és kérem, hogy imádságban kísérjék, mert ahogy nagyon jól hallottam, valahogy ezt mondta, hogy két végén égeti a gyertyát, és tényleg így látom, rohangál, már jó évvelben mondom ezt, hogy most a Püspök szentelésről jött le, most itt volt, akkor tudott el a megyetemistákkal találkozott, aztán megy majd 11 hétvégén megy így az egyház megyébe, úgy papokat látogat, tényleg jön hozzánk, tényleg látogatja a testvéreket, most itt a Papsomotó, hogy volt képhattestvérnél. Hát nagyon sokat jön, megy, azért ezt én csak úgy mellékesen mondom, hogy azért láncszem egy kicsit a nagybőjt, arról viszont is sokat egy kicsikét pihenünk, kicsit rátisztelünk a húsvétra, hát nem kell ott húsvétkor egy mosott vendet lennem azért. Én kívánom, hogy tudják pihenni, hogy tudjam Püspök pihenni itt a nagybőjt időben, imádságos lélekkel, csak erőt kívánom Püspök atyának. Köszönöm szépen. De azért ez nem rólam szól egyáltalán ez az este. Én ezt tényleg úgy élem meg én is, hogy a Táborhegyen egy vagyok a testvérekkel. Én először is nagyon köszönöm Tamás atyának, munkatársainak, Erik atyának, meg akik itt dolgoztak a háttérben, hogy segítették a híveket, megteremtették a lehetőséget. Láttam már, hogy készülnek délután is. Köszönöm a délutáni elmélkedéseket Csaba atyának, diákonus atyáknak, a szolgálatot, ott vagy, hogy tényleg úgy lelkesen jelen voltak, és mindenkinek nagyon köszönöm, akik 3 órától tudom, hogy itt küzdöttek, harcoltak, és megfogadták, hogy nem fagyok meg, tehát így kihagytam valamit, és bocsánatot kérek, elfelejtettem a fiúkat megkérdezni, hogy férfi csoportból kik vannak. Az egy ilyen külön világ, hadd lássam, nehogy szégyenbe hagyjatok, mert ez az utolsó órátok. Jó, nagyon köszönöm. Jó, nagyon boldog vagyok, itt vannak, köszönöm. Cserkészeket is láttam, hol vagytok, hadd lássam, mert megígérték. Szuper, itt vagytok mind, nagyon köszönöm. Vannak, akik, elfelejtettem olvasni a névsorból, Szentendréről jöttek, egészen messziről. A gyerekek, csodák vagytok.
ilyen rendesen viselkedni, úgyhogy teljesen meg vagyok hatódva, minden gyerek kap egy csokit, jó? Otthon apától kérjétek el, és biztos, mondjátok, hogy az a csoki, amit Püspök atya küldött, legyen szíves így nekem leszállítani, jó? Megvan, így figyeljetek rá, ne engedjetek belőle. Köszönöm mindenkinek a szolgálatát, estét. Jó Isten áldása, örömmel legyen minnyájukkal, és ezt a nagy böjtöt kisebb csoportban tényleg ezt kérném, saját egyházközségben, családban higgyük el Isten színe változásának ajándékával minket is meg akar ajándékozni, jutalmazni, és így készüljünk a húsvéti ünnepre. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjetek békében! Istennek legyen!